Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy villámjóslás október 30-ára. Az elmúlt napokban, az elmúlt hetekben sok volt a dolgod. Ez kimerített téged. Jelenleg te fáradt vagy, kimerült vagy. Olyan stresszes volt minden. És ezen a napon, október 30-án, vagy a következő napokban jót tesz számodra, ha kipihened magadat. Légy visszahúzódó. Erre utal a kép is, az a kis ház itt a képen, az jelenti szimbolikusan az otthonodat, vagy egy olyan helyet, ami erőt ad számodra, ahol megtalálod a belső nyugalmadat, ahol ki tudod pihenni magadat. Ez a hely, ez a nyugalom most jót tesz számodra. Ebben az időszakban, amikor így szünetelsz egy kicsit, elgondolkozhatsz azon, hogyan tovább, legyenek célok, erre utalnak a hegyek a háttérben. Ami azt jelenti, a napokban maradj ebben a kis házban, és ha megvan újra az életerő, akkor mozdulj ki. Menj ezen az úton, közeledj a hegyekhez. Szimbolikusan mász fel erre a hegyre, és akkor úgy felülről látod a dolgokat. A távolba tekinthetsz. És ezek lehetnek tervek, ami a jövőt, a távoli jövőt illeti. Ha elérkeztél a hegy csúcsára, nem csak azt jelenti, hogy a távolba tudsz tekinteni, hanem mások is észrevesznek téged, felnéznek rád, megkapod az elismerést. De most ne siessd el a dolgokat, hanem légy inkább visszahúzódó. A napokban figyeld még az eseményeket. De felkészülhetsz a jövőre, itt vannak ötletek, itt vannak tervek. Amire még oda kell figyelni. Lehet, hogy mások kérik a segítségedet, közelednek hozzád, vagy akarnak veled találkozni. Ez számodra jelenleg túl sok. Tanuld meg azt, hogy nemet tudj mondani. Nem kell ide-oda ugrani, amikor mások akarnak tőled valamit, hanem mondj nemet, mert nincs hozzá most erőd. És nem kell bocsánatot kérni emiatt. Nem kell elmagyarázni azt, miért mondtál nemet, hanem egy nem elég ehhez. Akkor ők megértik azt, hogy most nincs időd, vagy fáradt vagy, vagy nincs kedved hozzá, de ne magyarázkodj. A következő napokban aztán újra lesz mozgás, beszélgetések, találkozások, elindulsz ezen az úton, lesznek céljaid, és ha elérted ezeket, akkor ott fent vagy a hegy tetején, és mások felnéznek rád. És most mutatok egy másik képet. Ha megtekintem a napi horoszkópot az indiai számítás szerint október 30-ára, Szaturnusz bolygóig, tehát a személyes bolygókat és a napot és a holdat, akkor a tűz elemében van a hold, a föld elemében van Szaturnusz bolygó, a levegő elemében van Mars, Vénusz, Merkur és a nap, a víz elemében van Jupiter bolygó. A hold a tűz elemében a pita dósát jelenti, ezek a megújulások, a változások, kihat az érzelmekre,
vagy az anyai kapcsolatokra, hiszen a hold ezt szimbolizálja. A Föld elemében van Szaturnusz bolygó, és a víz elemében van Jupiter bolygó. Ez a kafa energia. Ez jelenti a biztonság érzetét, vagy azt, hogy legyünk visszahúzódóak, elgondolkodjunk azon, mi adja számunkra most a biztonságot, mit tudnánk kiépíteni. A levegő elemében van Mars bolygó, Vénusz bolygó, Merkur bolygó és a Nap. Ez a vata dósa, ami utal a mozgásra. De ahogy mondtam, jelenleg nem jó, ha eltúlozunk valamit. Ha most nagy a mozgás, sok a stressz, ez a mozgás, ez utalhat a gondolatainkra, a terveinkre, a fantáziánkra. Mert így most a levegő eleménél, ebben a könnyűségben megvan arra a lehetőség, hogy tervezzünk valamit. Különösen, ami a párkapcsolatot illeti, hiszen Mars, Vénusz utal a nőies, a férfias energiára, tehát kihat a párkapcsolatra, szimbolizálja a szerelmi ügyeket. És ehhez jön Merkur bolygó energiája, ami utal a cselekvésekre és a kommunikációra, de ne siessük most el a dolgokat. Hiszen Mars bolygó visszatekintő, és ez jelenti a visszahúzódást, azt is, hogy mennyire fontos most a nyugalom, hogy fékezzük az eseményeket, hiszen ez ad számunkra erőt. És a következő napokban úgyis előre mennek majd az események. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!